Az emberek hálásak a mentők helytállásáért és bátorságáért, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Györfi Pállal, a mentőszolgálat szóvivőjével látogatta meg az egyik fővárosi mentőállomást. A kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában köszönetet mondott, amiért a mentők minden nap oda teszik magukat a koronavírus járványban. Jó reggelt! A Karmelita Kolostornál vette fel szolgálati autójába Orbán Viktort az országos mentőszolgálat szóvivője. Útban a Józsefvárosi mentőállomásra a miniszterelnök Györfi Pálnak arról beszélt, hogy nem áll tőle messze az első segélynyújtás. Általános iskolás felsőoktatós koromban egészen a járási bajnokságig vittem ott. Első segélynyújtó versenyeken való szereplés. Mi időnkben volt ilyen? Most is van. Iskolák közötti verseny most volt. Is van. Igen, most is van. Igen. Györfi Pál elmondta, 37 éve van a mentőknél. A mentőtiszti végzettséggel is rendelkező szóvivő hozzátette, a mai napig büszke a hivatására. Annyira jó látni, hogy most a fiatalok szemében is kezd divatosabbá válni. Igen. A kormányfő a mentők napján a Józsefvárosi állomáson elismeréssel szólt arról, ahogy teljesített az ország a járvány elleni védekezésben. Az nagy dolog szerintem egy 10 milliós országtól, hogy 30 ezer ágyat és 8 ezer lélegezhető készeket, akár egy időre tud működtetni, úgyhogy mindenhol van doki is, ápoló is, meg maguk mentősökbe is hozzákaptak itt kell. Orbán Viktor azt mondta, a mentősöknek mindenki hálás. Helytállásukért, a bátorságukért, hogy kell ezt mondani, oda tették magukat. Köszönjük szépen!